A bélautóhoz hasonló állapotba kerül hamarosan, városunkban mindegy 10 kilométernyi közút. Székesfehérváron az összes olyan út, amelyiknél a pálya alatt fut a most megépült csatorna, ilyen vadonatúj burkolatot kap. Az önkormányzat 80 millió forintos plusz forrást különített el az elmúlt évtizedek legnagyobb útrekonstrukciós programjára. Nagyon sokan és sokszor ígérték meg azt, hogy mikor majd a szennyvízcsatorna beruházás megvalósul ezeken a területeken, ezekben a városrészekben, akkor az utak helyreállítása is megvalósul. A 10 kilométeres korszerűsítésre váró szakasz legnagyobb része Öreghegyen és Kisfaludon van. Évtizedek óta várunk arra, hogy legyen csatorna ugye Öreghegyen is, és az úthelyreállításokkal megértőek voltunk, mert tudtuk, hogy amíg nincs csatorna, addig nem érdemes az utakat helyreállítani. Börgöndön a településrész összes utcáját érinti a korszerűsítés. Az összes létező utca olyan lesz, ami hát a nagykönyvben meg van írva. A beruházáshoz a képviselői keretekből is különítettek el pénzt, de a városrészek képviselői szerint az önkormányzat támogatása nélkül nem lett volna lehetőségük az útfelújításra. Ezzel a csatornázással, útfelújítással már a mi területünk is valóban nagyvárosi Székesfehérvárhoz méltó állapotokat fog mutatni. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás nem csak városunk lakóit érinti, ezért ő a kisebb települések csatornázottságát emelte ki. Pákos, Pátka, Csala, Börgön, Seregélyes és Székesfehérvár lakóit érinti elsősorban. A korszerűsítés ugyan most megterheli a költségvetést, a városgondnok azonban úgy véli, hosszú távon takarékos megoldás a teljes útpálya burkolat cseréje. A lényeg az, hogy ha egyszer már ott vannak a gépek, ott van a kivitelező, akkor egy relatíve kisebb hozzáadott további többletforrásból egy teljesen felújított utat kapnánk. A Béla út rekonstrukciója után a Zsolnai és a Nagyszombati utcában folytatódik a munka. A szennyvízberuházás projektmenedzsere szerint azért nem kezdődhetett korábban a felújítás, mert a csatornázás miatt megmozgatott földnek a megfelelő tömöttség eléréséhez úgynevezett konszolidációs időre van szüksége. Konszolidációs időszakban egy kicsit a forgalom bejárás, a csapadék és egyéb viszonyok következtében van egy természetes tömörödés. A fiskális úton a csatornázás után félpályás úthelyreállítás történik. Ez a korszerűsítés a következő évek egyik legnagyobb feladata lesz.